Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez a Háborúk hírei című rovatunk augusztus 27-én. Mi Ukrajna és mi Oroszország stratégiája a Kurszki hadszíntéren? Teszi fel a kérdést legújabb Facebook bejegyzésében Robert C. Castell. Az izraeli biztonságpolitikai szakértővel a napokban beszélgettünk erről a témáról. Az adást a leírásban szereplő linken lehet meghallgatni. Mai műsorunkban szemlézzük ezt az elemzést, de előbb következzenek a legfrissebb hírek. Robbanás volt Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítójában. A robbanás után tűz ütött ki az Omszk mellett található olajfinomítóban, de a Gazprom Neft igazgatósága szerint a létesítmény továbbra is normál üzemmódban működik, és a termelési terveket teljesíteni tudják. A cég közleménye szerint az üzem automatikus biztonsági rendszere tűzkitörést észlelt a technológiai berendezésben. Az automata tűzoltó rendszer beindult, és a tűzoltóság gyorsan reagált a tűz megfékezésére. Az olajfinomító vezetése közölte azt is, hogy ellenőrzés alatt tartják a helyzetet. Az információk szerint két ember megsérült, ők orvosi ellátást kaptak. Egy Telegram csatorna viszont kitért arra, hogy a létesítményben keletkező tüzet jól hallható robbanás előzte meg. Oroszország egyik legnagyobb finomítójának termelési kapacitása évi 21,6 millió tonna nyersolaj és 1,2 millió stabil gázkondenzátum. Orosz kamikáze drón repült be a lengyel légtérbe, készültségbe helyezték a légvédelmet. A legújabb vizsgálati eredmények szerint nagy valószínűséggel egy orosz Gerán Shahed családba tartozó kamikáze drón sértette meg tegnap Lengyelország légterét. A repülőeszköz fél órán át repült a NATO állam légterében, írják lengyel és ukrán lapok. Lengyelország hétfőn jelentette azt, hogy belépett a légterükbe egy ismeretlen repülőtárgy, de nem lőtték le, mert nem tudták azt azonosítani. Nagyon valószínű, hogy a repülőeszköz felett elvesztették az irányítást annak orosz kezelői, vagyis a drón Ukrajna területét célozta, csak céltévesztett. Hasonló incidensek korábban is történtek már. Az Ukrajna dunai kikötőit célzó orosz drónok rendszeresen bezuhannak Románia területére. Lengyelországba pedig korábban egy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be. Eddig a NATO részéről nem követte érdemi eszkaláció ezeket a fejleményeket. Mint ismert, hétfő hajnalban Oroszország nagyszabású légitámadást indított rakétákkal és drónokkal ukrán területek ellen. A Lengyelország szomszédságában fekvő nyugat-ukrajnai megyéket is érintő támadás miatt az ukrán határ mentén lengyel és szövetséges vadászgépek szálltak fel járőrözés céljából. Az ukrajnai háború kitörése óta Lengyelországban több légi incidens is történt. 2022. novemberében a kelet-lengyelországi Prevezdov településen egy Ukrajnából indított rakéta csapódott be, két lengyel állampolgár halálát okozva. Tavaly áprilisban a nyugat-lengyelországi Bigdoszcs melletti erdőben egy orosz gyártmányú 2022 végén kilőtt manőverező robot repülőgép maradványaira bukkantak. Emellett többször, néhány másodpercre azonosítatlan eszközök sértették meg Lengyelország légterét, de ezek végül nem lengyel területen landoltak. Második napja támadja nagy erővel az orosz hadsereg az ukrán nagyvárosokat, megtorlásként a Kurszki behatolásra. Egy nappal a háború eddigi legnagyobb légitámadása után újra tömeges csapások érik Ukrajnát. Kedden kora reggel légiriadót rendeltek el, mivel az ukrán megfigyelők hiperszónikus rakétákat indító orosz repülőgépeket észleltek, és tömeges drón támadásokról is beszámoltak. Az ukrán légvédelmi erők szerint az egész országot ballisztikus rakétatámadás fenyegeti. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint nagy hatótávolságú légi és tengeri precíziós fegyvereket vetettek be, erőművek és a kapcsolódó infrastruktúra ellen Ukrajna szerte, többek között Kijevben, Lembergben, valamint Harkov és Odessa térségében. Oroszország több mint 100 rakétával és mintegy 100 csapás mérő Shahed drónnal támadta meg Ukrajna polgári és energetikai infrastruktúráját, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Telegram csatornáján. Zelenszky hangsúlyozta, hogy ez volt az eddigi legnagyobb csapás a háború 2,5 évvel ezelőtti kezdete óta, amely több régiót érintett, beleértve az ország nyugati részét is. Leszögezte, hogy nem lehetnek korlátozások Ukrajnával szemben a nagy hatótávolságú fegyverek bevetése tekintetében, míg Oroszország mindenféle fegyvert bevet Ukrajna ellen, köztük észak-koreai gyártású ballisztikus rakétákat is. Amerika, Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerek képesek segíteni a terror megállításában. Döntésekre van szükségünk, zárta szavait Zelenszky. Mitro Kuleba külügyminiszter az X-en kifejtette azt, hogy Ukrajna partnerei két döntéssel segíthetnek véget vetni az orosz támadásoknak.
két konkrét döntést hozhatnak partnereink annak érdekében, hogy gyorsan véget vessünk az orosz terrornak. Először is meg kell erősíteni Ukrajna jogát arra, hogy nagy hatótávolságú csapásokat hajtson végre minden legitim katonai célpontra Oroszország területén. Másodszor pedig partnereinknek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az ő légvédelmi eszközeiket Ukrajna felhasználhassa a légteréhez közeledő rakéták és drónok lelövésére, szögezte le Kuleba. Hangsúlyozta, hogy az egyik döntés sem jelenti a háború súlyosbodását. Éppen ellenkezőleg elriasztják Oroszországot, segítenek mérségelni a terrort, csökkenteni az orosz támadások számát, ezáltal a csapások okozta emberi áldozatok számát is, fogalmazott a miniszter. Helyi kormányzók kora délután arról számoltak be, hogy a hétfői orosz rakéta és dróncsapásoknak az eddigi adatok szerint 5 halálos áldozata és legalább 17 sérültje lett az ország különböző régióiban. Denis Mihály miniszterelnök a Telegramon közölte, hogy Ukrajna megyeinek több mint a felében 15 régióban okozott pusztításokat és szedett polgári áldozatokat az orosz támadás. A kijevi katonai adminisztráció sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy a főváros környékén 2 energetikai létesítményben és lakóházban okozott károkat, eddig egy sérültről érkezett jelentés. A keleti Harkov megyében a helyi kormányzó közlése szerint egy polgári vállalatot ért csapás, egy ember meghalt, 2 megsebesültek. A szomszédos Dnipropetrovsk megyében Nyikopol városát hétfőn az orosz erők tüzérséggel lőtték, egy férfi életét vesztette, 6 pedig megsérültek, köztük egy 14 éves lány, hozta nyilvánosságra a régió kormányzója. Mint arról beszámoltunk, a Reuters hírügynökség is megerősítette azt, hogy a Donyec megyében lévő Kramatorsk egyik szállodájára vasárnap mért orosz csapás következtében életét vesztette tudósítói csapatának egy tagja, a 38 éves Ryan Evans, aki biztonsági tanácsadóként dolgozott náluk, további 2 munkatársuk pedig sérülésekkel kórházba került. És következzen akkor az ígért elemzés Robert C. Castell-től, aki arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi Ukrajna és mi Oroszország stratégiája a kurszi hadszíntéren. A kurszi ukrán ellentámadás 2 igen érdekes kérdést vet fel, írja a biztonságpolitikai elemző. 1. Mi a stratégiai célja Ukrajnának ezzel a támadással? 2. Miért nem siet Oroszország, hogy az ukránok által elfoglalt orosz területet felszabadítsa? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolására számtalan elmélet röppent fel petárdaként, de egyiküknek sem sikerült általánosan elfogadottá válnia. Én a következőket gondolom ezekről a kérdésekről, írja Robert C. Castell. 1. A kurszi hadszíntér egy stratégiai zsákutca. Az ukránok azért álltak bele, mert a rendelkezésre álló tartalékokkal nem tudták volna egyenként megállítani a lassan előre haladó orosz ékeket. Itt viszont egy olyan műveleti meglepetés elérését remélték, ami kibillenti az egyensúlyából az orosz erőfeszítést, és indirekt módon megállítja ezeket az előretöréseket. A hadelméletben ezt a stratégiát Liddell-Hart indirekt megközelítésként ismerjük, idestova közel 100 éve, vagyis 1929 óta. Az ukránok stratégiai célja tehát nem a PR és nem is a területszerzés, hanem egy igen kockázatos, indirekt erőfeszítés az orosz támadóékek megállítására, illetve lelassítására. A cél időt nyerni, ameddig az őszi esők újra megállt parancsolnak az orosz hadaknak. 2. Az oroszok a honi területük elvesztésével járó presztízsveszteséget már elszenvedték. Izrael esetében a Hamasz betörését 2-3 nap alatt sikerült felszámolni, az arcvesztés lélektani és politikai hatásait azonban nem sikerült kiköszörülni a gyors válasszal. Egy lekevert tolóspofont nem lehet el nem csattantá tenni. 3. Mivel Kursz egy stratégiai zsákutca, és mivel már úgy sincs semmi haszon a sietségben, feltevődik a kérdés, hogy mi szolgálja jobban Oroszország háborús céljait. Az ukrán csapatok bekerítését Kursznál nyugodtan levehetjük az asztalról. Ha a háború eddigi 2,5 év alatt nem sikerült egyik félnek sem egy minőségi katlant kialakítani, akkor miért pont itt sikerülne? Az oroszok előtt 2 lehetőség áll nyitva, vagy visszaszorítják a területükre betört ukrán csapatokat, vagy pedig lekötik őket Kursznál. Én úgy gondolom, hogy ezekkel az ukrán elit alakulatokkal sokkal nehezebb lenne az oroszoknak megbirkózniuk az ukrán megerősített vonalak mögött, mint a kurszi síkságon. Továbbá ne felejtsük el azt sem, hogy honi orosz területről lévén szó, itt sorkatonákat, belbiztonsági alakulatokat és egyéb alacsonyabb harcértékű alakulatokat is be lehet vetni. Magyarul úgymond rossz orosz csapatokkal lehet lekötni a jó ukrán alakulatokat. 4.
Az én meglátásom az, folytatja Robert C. Castell, hogy a felőrlő háború logikája szerint az oroszok elsődleges célja nem a terület felszabadítása, hanem az ott lekötött ukrán elit alakulatok megsemmisítése lesz. Az előbbi cél megvalósítása semmivel sem hozza közelebb az oroszokat a háború megnyeréséhez, az utóbbi viszont igen. Honnan fogjuk tudni azt, hogy az elméletem helyese vagy sem? Ha az oroszok a mobilitás eszközeihez nyúlnak és gyorsan mozgó alakulatokat irányítanak át a Kurszi hadszíntére, akkor a céljuk az ukránok kiszorítása. Ha az oroszok a tűzerőhöz nyúlnak és elsősorban tüzérségi és légiegységeket irányítanak át, akkor a céljuk az ukrán csapatok megsemmisítése. Az előbbi esetben az elméletemet megcáfoltnak kell tekinteni, az utóbbi forgatókönyv viszont az elméletem helyességét támasztja alá, zárja bejegyzését Robert C. Castell. Ez volt tehát a háborúk hírei augusztus 27-én, Morvai Péter szerkesztőt hallották. Köszönöm, hogy már több mint 89 ezeren feliratkoztak a csatornánkra, és ha esetleg ezt nem tették volna még meg, akkor kérem, hogy csatlakozzanak, hogy elsőként értesülhessenek új adásainkról. Addig is szép napot kívánok, találkozzunk a legközelebb is a viszonthallásra.